Sziasztok, srácok! Hello! Hogy érzitek magatokat itt Lisszabonban? Minden király. Nagyon királyul érezzük magunkat. És a legjobb dolog az egészben szerintem, hogy királyul érezzük magunkat. Ja. Ah, ez jó, örülök, hogy ilyen sokszínűen király volt. Sikerült az ördögi terv, mert ketté osztották a zenekart, és rejöttünk a nézetkülönbségekre, nézetbeli eltérésekre, és rejöttünk arra, hogy az AHVS sokkal jobb, mint a BAVS. Mi is ezt mondjuk, hogy mi vagyunk az AVS. Az AVS original jobb, mint az AVS 2. Mi vagyunk az alapító tagok. Hogy lehet, jó, ja, mi hogy lehet benne az alapító tagok? Hát én kellett azért egy királyarc is benne. Mert egy bőgős azért kell. Meg egy... Volt ugyan, hogy két évig nem volt bőgős. És? Hát, és jó volt? Hát... Óriási foszkocsolat vannak. Ja, de úgy minden király. És dolgoztak, hogy újraegyesítsétek a csapatot? Nem. Úgy látjátok, hogy jól működik. Én nem vagyok hajlandó. Az AVS Original sokkal jobb. Figyelj, nem jó. És az a lényeg, hogy rendeltek mellénk egy ilyen probléma megoldó szociológus. Patát. Szociopatát. És nem tud segíteni. Egyszerűen nem is akarjuk. Én belefáradtam, srácok. Mit csinál? Ő is ezt javasolta, felbomlás? Igen. Szocicát. De ennek majd ennek a megkoronázása az majd a színpadon lesz. Majd minket koronáznak titeket, nem? Hogy a mai próba az nem a végleges verzió volt. Kérem? Hanem, még a mai próba nem a végleges verzió. Nem. Az igazi az csak. Az csak az állítás. Vagy úgy. És hogy érztétek magatokat a színpadon? Ugye azért a dalszínpadon az képest egy kicsit igen, nagyobb. Próbáltuk az őrsöt lebeszélni erről, hogy itt az üvöltözzön, meghörögjön, de nem lehet egyszerűen. Nem. Hagytatatlan. Nem lehet, meg folyamatosan egy öngyújtóval gyújtogatja a színpadot. Locsolja a benzin, meggyújtja, tök gázol. Hát sokan örültek neki, mert hogy elég hideg van kint. Tényleg? Hát neki meleg. Hát itt benn nincs. Itt benn nagyon jó, van, de kint azért elég szeles. Szeretném a szívem melegét mindenkivel megosztani, aki fázik. Ez költői jó. Na jó, egyesüljünk inkább. Na jó. Én még mindig nem akarok. Nem győztetek meg. Lehet, hogy az interjúval végére. Nem mondjam serba barátomat, de már... Na látod, mi nyitottak vagyunk. Én vagyok a kapocs. Valaki elzárkózik. Mi vagyunk a konzerv AVS, ők a Lipsi AVS. Az AVS, mint formáció ugye 2006-ban alakult meg. Beszéltek egy picit a kezdetekről. Hogy történt, hogy ismertétek meg egymást? Hogy érzitek, jó döntés volt 2006-ban? Az eredeti ötlet az úgy volt, hogy mi a Ronival szerettünk volna egy új zenekart csinálni, mert még akik akkor... az AVS Originálban vannak. Így van, mert akkor még csak 6 zenekarban játszott mindenki, és még kevesebb időt akartunk a tanulásra és az egyéb dolgokra fordítani gimiben. Kellett még egy 11 kifogás. Éves voltam. Így van, te még homokoztál. És mi ketten akartunk csinálni egy zenekart, és egyébként mi már így különböző formációkban játszottunk előtte, szóval igazából nagy választék nem volt a gimiben, hogy kivel akar együtt játszani az ember, mert nem tudom, így zenéltünk összesen 8-an. Le volt osztva. Igen, le voltak osztva, úgyhogy meglepő módon a Őrsöt és a Danit még megkerestük, hogy akkor szeretnének el csatlakozni. Lehetett volna a nevünk az, hogy Prohászka All Stars. Igen, egyébként. Úgyhogy... Vagy Prohászka Only Stars. Only Stars. Úgyhogy... így állt össze a mi négyesünk, és akkor a Soma pedig tavaly csatlakozott. Előtte volt egy pár basszusgitárosom, csak mindig úgy hozta az élet, hogy valaki elutazott, valakit elhívott a Verhó sokkal több pénzért, úgyhogy... Mert én valamennyi pénzért. Igen, pénzért, igen. Úgyhogy így alakult ki a mai felállás. Szeretünk Gergő. Marci téged is, és Illis téged is. Meg Tomka téged is. Tomka. Egy Culát meg jól kihagyjuk. Ja, Cula. Jó, hát azért, hogy nem szeretjük. De szeretjük. Cula téged is szeretjük. Cula téged is szeretjük. Gadolagekkel. Most az összes reklámem. Igaz, minden meg volt, hogy látom. Az elmúlt évek során 3 lemezetek jelent meg. 11-ben, 14-ben, 17-ben. A következő 2020-ban fogják. Vagy hamarabb. Tehát marad ez a 3. 2018 végére. Tartani fogjuk magunkat az ütemezéshez. Így van, szeptemberi megjelenés amúgy. Már megvan a lemezem utató időpont is egyébként. Úgyhogy muszáj lesz sajnos tartani magunkat, de tök érdekes. Életünkben először lehet, hogy végre betartunk egy határidőt. Ja. Nem már. Hát azért az, hogy itt vagytok már a próbák előtt egy napon, pontosabban ugye tegnap érkeztetek. Szerintem ez is már egy jó kis... Ez nem a mi érdemünk. Ja, mi nem akartunk jönni, csak muszáj volt.
egyébként találkoztatok. Megfogtak minket, mint a macskákat az anyjuk. Mint a macskákat szarni. Szóval nem, hogy viccet félretéve tényleg jön 2018 végén a lemez, és ez csak arra ösztönzött minket az egész eurovíziós lehetőség, hogy sokkal kompromisszummentesebb lemezt csináljunk, mint eddig bármikor. Úgyhogy kemény lesz. És akkor tényleg az Eurovízióra, mintha eddig nem arról beszéltünk volna fel. Ugye tavaly beneveztetek a dalra, és milyen érzéseitek voltak, amikor beküldtétek a dalt? Mi az, aminek mondjuk örültetek volna így a... Ugye nyilván akkor nem tudtátok, hogy ez a szakséget. Én tökre, én teljesen, amikor bejöttem az öltözőbe a Niki, akkor most mondta, beugattam, hogy még így nem neveztünk. De tényleg így voltunk, szerintem ilyen utolsó pillanatos nevezés voltunk, így hát miért ne? Hogy miért ne? Nem próbáljátok szerintem sok esélyét, hogy bejutottunk egyáltalán. Ja, úgyis mindig a Leander került be. De eddig nem jutott ki. Majd jövőre. Egyébként őket is nagyon szeretjük. Innentől kezdve hallottam ilyen benfentes infót, hogy Magyarország csak metal zenét fog kiküldeni. Igen? Hát. Kíváncsi lesz. Meg hardcore technót. És akkor ugoljunk, én nagyot, hogy megnyertétek a dalt február végén. Mik fordultak meg a fejeitekben, amikor nem tudom, hogy ez kiderült? Ez neki van az interneten? Kitől hallottak, és melyik fejünkben? Igen, sajtókörökben nem tudom, nem. Nyilvános hírjétek, a dalversenyen még nem annyira tudják, de elkezdik most a befejezőt. Ugye ezt a versenynek a két elődöntőjét, illetve a döntőjét, ezt azért közel 200 millióan nézik, nem csak Európa, hanem Ausztrália szerte, illetve egy pár éve már Amerikában is közvetítik. Milyen érzéseitek voltak, amikor kiderült, hogy ti nyertétek meg? Volt bennetek valami félelem? Hát ajánlom mindenkinek az ős fejét, szerintem az mindent elmond. Az megvan. Nekem a fülmonitoromban két teljes elem is volt. Köszönjük! Hát... Ezek után mit mondjak? Hát, ezt nehéz művelem. Nem, mert ezt nem lehet. Kiszárok. Tényleg olyan volt, mint egy ilyen eléggé kemény dadaista festmény, amiben így minden megtalálható. És mi volt mögötte? Mögötte? Egy festmény mögött. Hát egy lap. Lap. De tényleg teljesen szürreális, hogy milyen... Most ilyen művészettörténeti szavakat fogunk adni? Nem. De a kurva okosak. Mert akkor én kusba maradok. Nem, a magyaroknak a... Bassza. Magyar közönségnek a... Ezt már nehezen humora, úgy mondjam, hogy mi jutottunk ki, vagy minket akartak kiküldeni, de mi éljük az ilyen szürreális humort, úgyhogy... Szóval a dalotok cím ugye a Viszlátnyán, ami édesapának az elvesztéséről szól, és ugye mit jelent ez a dalti életetekből, milyen nehézségekkel nézhetek szemben így az elmúlt éves során. Az a bajom ezzel, hogy mármint, hogy bármikor, mindig nagyon idegesítettek azok a celebek, meg azok a tehetségkutató műsorokban szereplő emberek, akik odamentek és elmondtak egy ilyen tragédiát az életükről, és aztán meg gyakorlatilag ezzel buzdították arra a közönséget, hogy ezért szavazzanak rájuk. Én ezzel nem is nagyon akartam így erről így feltétlenül beszélni, de sajnos nem lehet nélküle. Én számomra, meg szerintem így mindenki számára a metal zene az azért fontos, mert az érzelmeidet és a problémáidat és a tragédiáidat, azokat vele tudod írni. Az élet pedig arról szól, hogy ezeket, amik történnek veled, azokat letud magadban, legyőzd, és utána pedig teljes értékű életet tudjál élni. És legyen ez egyébként bármi, metal zenekar, vagy legyen honnan tudjam rá, aki mondjuk testedzéssel éli ki ezeket a dolgokat, van aki mondjuk fest, van aki csak kibeszéli egy barátainál, vagy egy pszichológusnál, de legfontosabb az, hogy ezeket letud. Nem szeretném, hogy ezért legyen előtérbe rakva a zenekar, mert hogy ért egy ilyen veszteség, mindenkit ér az életében, és mindenkit fog érni az életében, és a dal az arról szól, hogy ezeket a veszteségeket, ezt a, konkrétan a halált, hogy kezeljük, és aztán meg hogy tudjuk letudni, és utána meg hogy éljünk teljes értékű életet. És a következő. Ugye a Viszlátnyán azért nem egy szokványos eurovíziós dal, mondhatjuk ezt. Mit gondoltok, hogy ez előny lehet mondjuk, tehát hogy kicsit tudjátok nevelni mondjuk az embereket, vagy pedig Nem lehet nevelni az embereket. Nem? Nem igaz. Nevehetetlenek? Szerintem lehet nevelni az embereket. Te vagy a legjobb példa. Hát nagyon sokan azt írták már alapból, hogy igen. Hogy
hogy ők amúgy nem szeretik a metal zenét, de a mi dalunk nagyon megtetszett neki, és ennek hatására elkezdett más zenekarokat is hallgatni. Ezzel mi abszolút elértük a célunkat, úgyhogy lehetne válni az ember. Ugye a dalotokkal az, hogy magyar nyelven fog megszólalni, tehát ti vagytok a szerzői is. Ez azért kevés dalról mondható el itt az Eurovíziós közegben. Hogy érzitek, mennyire fontos ez mondjuk egy csapat vagy egy előadó esetében, hogy ő is részt vegyen az alkotásai folyamatában? Ez egy alapvető dolog szerintem legalábbis. Nekem az a furcsa, igen, hogyha ez nem így történik. Hát nálunk ez a megszokott, de mondjuk egy popzené esetében ez nem így van. Mi nem vagyunk olyan jó előadók, hogy én nem éneklek olyan jó, mint mondjuk Király Viktor énekel. De mondjuk az ő esete azért rossz, mert ő írja a dalokat is, hogyha jól tudom. Ő ír dalokat, igen. Elég jó. Szóval, hogy mondjuk most beszélhetek bármilyen más popprodukciónak az énekeséről. Szóval nálunk így megszokott. És mi nem tudjuk másképp elképzelni. Van itt valami szösz. Te köcsök. Ugye tavaly Papa Jöci óriási sikert aratott a versenyen, egészen a 8. helyünk van, tehát a döntőben. Éreztek-e bármiféle nyomást, vagy mit sugallnak így a rajongók nektek? Mi az, aminek mondjuk örülnének, mint eredmény? Eddig egyébként szerintem csupa jó visszajelzést kaptunk, tehát hogy így nyilván mindenki kap jót meg rosszat is, de főként jó visszajelzéseket kaptunk. És igazából szerintem így nincs. Ahonnan nem jó visszajelzéseket, azokat letiltettük. Meg csak nyomás előre. Igen, azt én is lehet kezelni a problémákat. Nem gondolkozunk ilyenen egyébként, hogy most nekünk hányadik helyezést kell elérnünk. Mi azt fogjuk csinálni, hogy a lehető legtöbbet bele fogjuk adni, és hogy azt szeretnénk, hogyha büszkék lennének ránk otthon. Ennyi a cél. Gyönyörű a tűzfogalmast! Tudom. És végül, de nem utolsó sorban, üzentek-e valamit az otthon magyaroknak, akik ugye otthonról szurkolnak nektek? Sziasztok, otthon ugye magyarok, szurkoljatok, és ezt megköszönjük. Szeretünk titeket, otthon találkozunk.